hogyan kezdj új vállalkozást biztonságosan, és erre nézve ma egy-két példát, megint nem olyan ötleteket fogok elmondani neked, amelyik ilyen konvencionális általános dolgok, amit hallhatsz minden nap, hanem teljesen új dolgokat, új gondolatmenetet. Úgyhogy üdvözöllek a mai sikervitaminban, amely segédvállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Kezdjük is el! Összeírtam több pontot, mi az, amit, mint egy checklistát tudsz használni, mi az, ami mindenképpen kell a biztonságos vállalkozás indításához. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy meg kell élned. Tehát emiatt nagyon-nagyon gondolkozz azon, hogy tudtad-e mondjuk munka mellett elkezdeni a vállalkozásodat, vagy ha remélem, hogy családban élsz, mondjuk van egy férjed, feleséged, vagy élettársad, akkor beszéld meg vele, hogy most ő lesz egy ideig a család fenntartó, de te tudsz vállalkozni, és azért ne kelljen mondjuk akár dolgoznod. Egyébként, ha dolgozol, nem biztos, hogy rosszabbak az esélyeid, ha dolgozol mellette. De hol kell dolgozni, ugye? A legtöbben mondjuk dolgoznak valamilyen szakmában, mondjuk biztosítási ügynök, és most kitalálja, hogy lesz, nem tudom én, nyit egy virágboltot. Az egyik alapvető gondolat, és ezt nem hallod sehol, pedig ez a leg triviálisabb dolog. Menj el dolgozni 1-2 évet egy olyan helyre, amiben vállalkozni akarsz. Különben őrült kockázatot vállalsz, mondhatni, hogy őrült vagy. Ne kezdj olyan dologba, amiben semmit nem láttál még belülről egy cége, nem voltál még része, nem láttad, milyenek az ügyfelek, milyenek az igények, hogyan működik, mik a folyamatok. Egy ilyenbe belevágni iszonyú nagy kockázat. Én amikor kiköltöztem Ausztriába, és ingatlanokkal akartam foglalkozni, az elmentem a Remaxhoz tanulónak. Trainee, ez volt a névjegyemre írva, tanuló. Úgy, hogy én voltam az első az irodában, aki készpénzért vett házat, úgy, hogy nekem volt az első olyan 300 lóerős sportkocsi, ami a többieknek csak romok voltak, vagy 20 éves autók, és mégis bevállaltam a Trainee-t. Azért, mert így tudtam beletanulni abba, hogy a Remaxnál most van egy olyan kapcsolatrendszerem, hogy bármelyik irodás terország, vagy azon kívül fölhívom, tudják, hogy ki vagyok, és a szakmában jó nevon is beletanultam. Tehát a tanulópénzt fizettesd meg úgy, hogy te kapsz érte, és pénzt keresel vele. Ráadásul melléktermékként lesz a következő pont, ugye, hogy ez, hogy gyűjts ügyfeleket. Elkezdesz egy YouTube csatornát, mellette dolgozol egy virágboltban az előbbi példánál, csinálsz mellette egy virágos YouTube csatornát, és akkor megnyitod a sajátodat, már megvan a reklámfelületed, ahol tudod, vagy hírlevél listád van, de pontosan látod a számokat, pontosan tudod, hogy belül mi van. Úgyhogy emiatt dolgozz előtte, és kezdj el párhuzamosan ügyfeleket építeni. Nyilván te nem erre gondoltál, először elkezdeni üzletet keresni, hogy hol nyissam a virágboltot. Ez a rossz út. Ez a biztos bukás, jó, nem a biztos, de mondjuk a 90-es bukásnak a lehetősége. Amiről már beszéltem az előző videóban, ne felejtsd el, lehetőségként nagyon reális, hogy átvegyél egyet, keress egy idősebb tulajdonost, aki láthatóan ott van mindig a boltban, mert nem tudja kire hagyni, és akkor fogd meg, és keresd meg, és beszélj vele. Tehát nézd meg, hogy van-e megvehető cég. 2-3 éves, vagy 1-2 éves bedolgozás után meg lesz a kapcsolat, már nem is a fiának fog tekinteni, de majdnem, és örömmel át fogja neked adni a céget. Olyan kondíciókkal egyébként valószínűleg, hogy te akarod, nyilván nem irálisal, de mondjuk béleti díjat fizetsz az üzletér, vagy bármi egyéb. És a következő az, hogy reálisan mérd fel, hogy mennyi forgalom kell ahhoz, hogy elérd a fedezeti pontot, a költségpontot, és ebben vedd figyelembe, hogy állandóan és galoppozóan rohan előre az infláció, tehát lehetséges, hogy ebben is nagyon sokat fog segíteni, ha dolgozol egy olyan cégnél, ha abban az iparában nem dolgoztál, amiben nyitni akarsz egy vállalkozást. Úgyhogy ezek a legfontosabb ötletek, vagy gondolatok, amivel biztonságosan tud elindítani. És miért fontos a biztonságos? Miért? Hát aki nem kockáztat, az nem is él, vagy aki nem kockáztat, nem is nyerhet. Ez bullshit. Ez olyan nagy baromság, hogy el nem lehet mondani. Nem is tudom, tán az Andrew Carnegie-től kérdezték meg, a legnagyobb acélgágnástól, hogy hát Carnegie úr, miért ilyen kockázatvállaló, hogy megépíti a világ legnagyobb acélművét? Akkor éppen építette a világ legnagyobb acélművét. És azt mondta, uram, hát hogy lennék én? Hát én írtozom a kockázattól, minden kockázat lehet elkerülök. Hát azért építem a legnagyobb acélművet, mert én fogom tudni a legolcsóbban és a leggazdaságosan a legjobb acélt gyártani. Hát mi ebben a kockázat? Hát ha én már nem tudom eladni, akkor többiek már régen elhaltak. Isten ments, hogy kockázatot vállaljak.
Na ez az, amiről beszélek. A vállalkozó fölkészül, és a biztonságot fontosnak teszi, vagy fontos prioritásba teszi. Ezt javaslom neked is. Indulj a biztonságban, munka mellett, vagy menj el egy olyan helyre, ahol ilyet tudsz dolgozni, vagy menj el egyből olyanhoz, akit idővel át tudnál venni. Egy iparágba betörni egy olyannal, hogy már előtte van egy nagy múltja a cégnek, és idővel át tud venni, megsporolsz 10-20 év küszködést. Az már föl van építve. Benn van a neve, ismerik, ügyfelei vannak, már a korábbi ügyfeleknek a gyereke is ma oda járnak vásárolni. Hát, nézzék körül, lehet nem találsz közvetlenül nálad, lehet nem találsz ugyanban a városba, nézzék körül, fogsz találni. Lehet, hogy találsz Ausztriában, vagy bárhol máshol akár. Sok sikert hozzá, azt kell neked, hogy biztonságban vállalkozz.